először is azt szeretném elmondani, hogy ahogy befejeztük a tavalyi év bajnokságot, de ugyanúgy kezdtük, ez vállalatlan is már, de a tavalyi évet úgy fejeztük be, hogy a rájátszásban nem kaptunk ki. 5 mérkőzést megnyertünk, a 6. az döntetlen sikerült. Most meg úgy kezdtük az NBA 3-ban a szezont, hogy az első 5 mérkőzésünkből 4-et nyertünk meg. Hát úgy gondolom, hogy erre nem számítottuk, hogy ilyen jól kezdünk. Tehát azért az NBA 3 egy kicsit, én úgy gondoltam, hogy a biztos bennmaradás legyen a célunk. És ezt most már szerintem magasabbra is kell emelnünk a mércét. Így a régi kapcsolatokat nem adtunk föl, tehát elmentünk erre a Turulkupára, ami 4 fordulóban áll, ugye Tatabányán van. Most volt egy forduló Székesfehérváron, Nyergesújfalon is nálunk. Hát a végéig egész jól álltunk, ezt utolsó mérkőzésen elcsesztük, és így a 3. hely jutott. Egyéniben viszont a Morvai Gábor 2 díjat is elhozott, a legjobb teliző lett, és összetettben a 2. helyen végzett. Azon kívül több kupán is részt vettünk, így a Győr-Ladaméri kupán csapatba. Azt hiszem 6. helyen végeztünk, a Balogh Sándor pedig a 4. helyen végzett egyén, ami szerintem egy nagyon jó eredmény, hiszen NB3-as, NB2-es dobók is részt vettek a versenyen. Azt látjuk, hogy az NB3 ez nekünk találták ki, mondhatom így is, hiszen azok az eredmények, amit előtte a megye első osztályban adottunk, azok az eredményeket tudtuk nyerni a mérkőzéseket. Van egy jó pályánk, hazai pályánk, ez jó, de nehéz pálya. Most ezzel mi nagyon jól tudunk játszani, úgy gondolom, hogy ezzel nagyon sok csapatnak meg beletörik majd a bicskája, és itt nem sok csapat szerez pontot. Tavaly évben talán nem is kaptunk itthon, az idejében se szeretnénk. Hát ez most majd elválik, ugye itt azért kicsit erősebb csapatok vannak. Hát most már az 5. éve, és alig változik az összetétel. Az ifjúsági játékosok miatt változik, ugye már azok kellenek, tehát az utánpótlás nagyon fontos. Én gondolom, hogy most beépítettünk 2 játékost is a csapatban már, akik rendszeresen dobnak, de nem hagyjuk abba, tehát a tartalék csapatot indítottunk a bajnokságba, és még több fiatal, és a tartalék bajnokságban csak a fiatal játékosokat dolgatjuk szinte. Ott azért még az eredménye meg is látszik, hiszen egy győzelem van ott viszont csak, de hát lesz ez jobb is, én úgy gondolom. Igen, vannak jó dobóink, tehát van első 2-3 olyan dobó, aki szinte mindig tudja hozni a jó formáját. Nem akarok most neveket mondani, kiemelni játékost, mert viszont a végén ugye a csapat eredmény számít. Tehát, hogyha most 2 embert kiemelek, az a többiek, mondom, hogy nem szerencsés dolog ez. A csapat szellem az, hogy minden mérkőzésen számíthatunk annyi emberre, hogy biztonságosan el tudjunk menni, és akkor a mérkőzésen való részvétel, ez teljesen biztos legyen. Igen, hát az Orma Józsi egy lelkes ilyen internet barát, és az ő ötlete alapján jött ez elő, hogy csináljunk egy ilyen honlapot. Na, most már elég sok minden van rajta, hogyha megnézitek a babonlateke.hu-ban ez a oldal. Majd fejlesztjük még, és akkor várjuk a hozzászólásokat. Gondolom egy jó érzés ez mindenkinek, hogy fönt van egy internetes oldalon. Nem szerencsés az, hogy most arról beszélünk, hogy NB2. NB2-ben már nagyon nagy tudású csapatok vannak, és a költségek is sorban magasabbak lesznek. Már most az NB3-ban is magasabbak a költségek, jóval, tehát többet kell utazni. Mindig is nagyobb lesz a költség, több a csapat is, tehát más. És a NB2 az még azért, én úgy gondolom, magasan van. Meg hát most játszunk majd azért a jobb csapatokkal, akik a tavalyi bajnokságban is jó helyen végeztek az NB3-ban. De hát nem adjuk fel, de ellenük is szeretnénk jól szerepelni. Szeretjük a focit is, a kézilabdát is, és ki is járunk a mérkőzésekre.
ezt szeretnénk, hogy jönnének a futballisták, kézilabdások és a mi meccseinkre. Legutóbbi közgyűlésen úgy gondolom, hogy biztató szavakat kaptunk mind a polgármester asszony részéről, mint pedig a sportkör elnöke Szabó Ferenc részéről. Sőt, ezúttal szeretném még egyszer megköszönni Szabó Ferencnek, hogy a csapatunk részére biztosított egy 20 garnitúrás szerelést, egy nagyon szép szerelést, amiben hát élmény játszani. És remélem meg is álljuk a bizalmat, ami mindig lenne mire költeni a pénzt, úgyhogy nem tudom, most egyelőre hajtunk, küzdünk, hogy az eredmények meglegyenek továbbra is.